A nemrég indult Havas Henrik online YouTube csatorna és annak eddigi néhány epizódja Szőrén szálán eltűnt a videó megosztóról. A műsorban szerepet kapott Monik Küvé, Bakács Tibor, Matajevszki Iván és a fiatal Kutasi Jancsi is. Azonban a napokban teljesen váratlanul eltűnt az új csatorna, sőt ezzel együtt az összes eddigi videós tartalomnak is nyoma veszett. Az okokra Havas Henrik adott magyarázatot a Média 1-nek. Nem történt semmi rendkívüli, egy társunk összeveszett két másik társunkkal, és ő jelen pillanatban nélkülözhetetlen, mert az egyik kamera az övé. Gyerekkoromban Bíruska csak akkor focizhatott, ha hozta a bőrlabdáját. A magam részéről sajnálom, hogy egy hisztis ember miatt nem látható Jancsika, Mónika, Bakács meg a bolgár dalnok. Apróság, de jellemző, hogy a hisztis kolléga magával vitt több mint 1400 feliratkozót, ami csúnya dolog. Sajnálom, hogy így történt, egyszer talán újra kezdjük. A műsorvezető hozzátette, egyébként nincs időm bosszankodni, mert napokon belül le kell adni a kiadónak az új könyvemet. Hát, nagyon elfoglalt, nincs ideje bosszankodni ezen. Textbook Havas Henrik, ezt így mondjuk, nem, hogy lefuttatta a személyiségét ezen a nyilatkozaton is. Én ráleltem erre a YouTube csatornára, és hát be is harangozták, valójában kíváncsi voltam, hogy mi lesz, különösen azért, mert előkerül a Bakács Tibor, akint szívesen hallgatnék, gondoltam. Megnéztem az összes videót, és szerettem volna beszélgetni erről ma, de a hétvégén, amikor kerestem a csatornát, nem találtam. Akkor megkerestem azokat a cikkeket, amelyben beharangozzák, és az első feltöltéseket be is ágyazták, a beágyazást sem találtam. Akkor megnéztem a YouTube historimat, az előzményeimet, és abban sem találtam. Na mondom, akkor ezt ugye unpublishedra tették, tehát hogy elrejtették, vagy törölték, ki tudja, hogy melyik. És akkor elindultak bennem a fogaskerekek, meg hát a szomorúságom, hogy hát Robi, meg kéne nézned, meg minden akinek meg kéne néznie legalább 2 percet, mert annál többet nehéz kibírni belőle. De hát közben dolgozott a kíváncsiság, miután ez eltűnt, hogy na mi a helyzet? Utolérte az önkritika, mert ráfért erre a tartalomra, de hát ezt azért kétlem. Vagy utolérte a kritika a kommentek formájában, és az elviselhetetlen. Ezt el tudom képzelni, hogy létrejöttek a kommentek, de szerintem Havas Henrik sok mindent el tud viselni. És nem jutott eszembe a harmadik opció, amelynek a Média 1 járt utána, és tegnap jelent meg ott az update a történésekkel kapcsolatban, miszerint, hát ahogy Havas Henrik fogalmaz, egy társunk két másik társunkkal összeveszett, és aztán is sakkozt ki, hogy ki lehet az. Én egy pillanatra azt hittem, hogy Matejevszki Iván az, mert úgy fogalmaz, hogy őt bolgár dalnoknak említi, míg mindenki mást néven nevez, de hát akkor végül is ezt dekódoltam, akkor ezek szerint a gyártóstábból valaki, és hát nem tudják folytatni, mert hát az egyik kamera is az övé, ugye a világon 2 kamera van, vagy egy, és az pont az övé, hát ez egy akadály, de hát most mindegy, mert most szarok az egész, hát én most úgyis a könyvemmel vagyok kell foglalva, tudod, előadja utána magát. Az előzmény, a beharangozó is nagyon érdekes, de erről beszéljünk később, ami meg a csatornát illeti. Ugye az ifjú Kutasi Jancsi egy mit tudom én, ilyen 9-10 éves formas srác, körülbelül azt látod a képernyőn, ami, vagy hát lehet, hogy azt várták tőle, ami a gyerek száj esetében volt, hogy az elvárásainktól és amúgy az oktatástól még nem teljesen megterhelt elme milyen meglepő érdekes módon fog látni dolgokat, és nagyon nyitottan kommunikál a kisrác. Ugyanakkor a Havas, aki itt megpróbál egyfajta óvodapedagógus oldallal, nagy önbizalommal úgy csinálni, mintha ő egy kellemes beszélgető partner lenne egy gyerek számára, borzasztóan erőszakos, folyamatosan számon kér, de miért csinálod azt? Mint egy ilyen csernus viselkedik, engem a gyerek helyében szétszorongatna a jelenléte, és megmondom őszintén, számomra kellemetlen volt ezt nézni, de hát ugye itt a ki tudja, ki veszett össze kivel, de azért le kell hisztisezni azt, aki hát valamilyen okkal és valamilyen csetepaté következtében, aminek nem egy fele van, hanem 2, elorozta ezt a YouTube csatornát és a feltöltéseket, ő is megkapja, hogy hiszt is. Érzem ezt az erőszakot, amit valószínűleg Havas Henrik nem érzékel akkor, amikor ő
beszél, hogy szinte sarokba szorul az a gyerek. Míg a többi esetben nagy reményekkel mentem neki, hogy a 3-70 körüli idősebb, fiatalabb Matejewski Iván, a Havas Henrik és a Bakács Tibor hogy fog egymással beszélgetni. Ott próbálnak főzni, az Iván legalább állva vágja a cuccokat, a többiek a legesetlenebb hagymavágásokat próbálják ülő testhelyzetben ilyen zsibbatkánya kéztartással, tehát, hogy az asztal alól újra föl. Imádkozó sáska, mint az a sószóró látványsév csávó, tudod, aki ilyen... Pojáca. Ő pojáca, igen. Itt pedig hát így úgy tűnik, hogy a konyhában nem ők vágják. Teljesen minden, nem ez a kritika tárgya. A beszélgetésekben sztorik kerülnek elő, amik személyesebbek, vagy mondjuk, hogy marginálisabbak, ezért megtudsz valamit akár egy szubkultúráról, ami tök jó lenne, de ott is úgy éreztem, hogy a szerkesztés az, hogy itt azért néhány perces legyen a kimenő videó, amit nyilván megpróbáltak egy 2 órás beszélgetésből csinálni több kontentet, és tudom, milyen nehéz abból kivágni 5x10 percnyi epizódot, ha ők történetesen 70 percig ugyanarról beszéltek mondjuk, de hogy a kimenő szerkesztett anyagban azért végül a Havas Henrik marad a főszereplő. Bárki bármit is mondott, van jó sztoria a Bakácsnak, van jó sztoria az Ivánnak, de úgy érzem, hogy itt is a Havas felé billent a mérleg, és hát néha érdektelenségbe fulladt. Nekem az volt a benyomásom, hogy van, hogy az ember fölvesz valamit, de az minőségében mondjuk nem megfelelő, akkor lehet, hogy nem tölti fel, de ha még tartalmilag is azt kell, hogy mondjam, hogy nem igazán érdekfeszítő, akkor különösen, ha narcisztikus az illető, akkor nem teszi közzé a YouTube-on, és nekem furcsa volt, hogy ez mégis közzétételre került. Ennyit egyelőre arról, amit én legalább még láthattam. Én még azok közé, még az a generáció vagyok, aki látta a Havas Henrik online-t. És akkor hadd kritizáljam én, aki nem is láttam. Én igazából csak a 2 cikket olvastam ezzel kapcsolatban, illetve az ottani megnyilvánulásait, és nekem az volt az érzésem, hogy mintha egy kicsit elveszteni a saját kontrollját időnként. Régebben is persze volt erre példa, csak valahogy a professzionizmus jobban jelen volt a Havas úr megnyilvánulása körül. Konkrétan ez a hiszt is, nekem is az is eltűnt, illetve a Friderikusszal kapcsolatos kirohanásai, ami teljesen indokolatlan, mert ő hozza be valami kapcsán így pop-up ablakba sztorizni, és minden megszólalásban egyébként próbálja minél jelentéktelenebbnek feltüntetni, tehát Sanyika, meg hasonló. Mm-hmm. És ezzel gyakorlatilag a köztük lévő egyébként általam nem teljesen ismert ilyen háborúnak azonnal eldönti, hogy nem biztos, hogy nem biztos, hogy az ő oldalára billen a mérleg, ugyanis hiába lenne neki igaza, a saját érveit gyengíti azáltal, hogy ki szalad. Hogy szenvedélyt víz vele, így van, és azért különösen furcsa ez, mert ilyen gyakorlatilag a kommunikációs lecke 101 bekezdése szól arról többek között, hogy ne mutasd ki így az érzem. Amit ő tanít, tehát egy kommunikáció. Azt mondja konkrétan a beharangozó cikkben, ami arról kéne szóljon, mi lesz ezen a csatornán, ott is előkerül a Friderikus, és így fogalmaz, hogy Sanyika hívott meg a 40. születésnapja alkalmából rendezett ünnepi adásba, nem volt nyilván. Egy kerékre szerelt dobogon tolták be, egy trónon ült, több ezer mécses világított körülötte. Tényleg nagyon szép volt minden. Tehát nem azt mondja, hogy undorító, hogy így sztárolja magát, hanem tényleg nagyon szép volt. Ez az egy, amire magának is ilyet szeretett volna. Ja, aztán mondtuk is Betlen Janival, hogy ha korona lenne a fején, elmehetne Freddie Mercury-nak. Ahhoz talán meg is lettek volna az adottságai, hát nem lettek volna, de ugye itt a végén kiderül, kényszer coming out, kényszer coming out oltatás. Szóval Sanyi meghívott minket a szülinapi műsorába, azt mondta a közönségnek, hogy az ország 2 legjobb riporterét hívta meg. Ebben nem is tévedett. Megjegyzem, teljesen természetes, hogy ingyen mentünk a műsorába, de az öltözőben még egy pohár víz sem volt, és amikor az asszisztenssel hozattam magamnak egy pohár
kólát, azt ki kellett fizetnem. Egyébként semmi bajom nem lenne a Sanyival, ha énekelne. Tudod, ha 40. születésnapja a Friderikusznak, én nem tudom pontosan hány éves, de mondjuk 25 évvel ezelőtt volt. Ez ivott egy pohár kólát, pohár, tudod, ez a, az ilyen stúdiókban még az a fajta büfé megy, mint a sokszor, mint a sulibuliban, hogy a 2 literesből átöntik egy pohár, nem ez a gépi, meg izé kapsz egy ilyen göngyöleg, tudod, 2,5 decis üveget, azt így odahozták neki, gondolom került izé 70 forintba, és 25 év távlatában Havas Henriknek ez még mindig annyira sérelem, fáj, hogy a műsor a promóciója helyett méltatlan az egész. Annyira méltatlan, hogy tudjuk. Ez az egész, hogy egy ilyen történetből ezt emeltek, igen. Havas Henrik egy hullócsillag. És annyira régóta zuhan már, és még mindig ott húzza a csíkot de az égen. De olyan ritka is, Robi. De nem csapódik be. Tudod, még mindig nem csapódik be. Emlékszünk a napkeltei kertornyaira, a Havas Henrikre és Forró Tamásra. Hát Forró Tamás az nagyon hamar elpárolgott a képernyőről, viszont Havas Henrik az odafagyott a képernyőre. És nem lehetett levakarni onnan évtizedes viszonylatban sem. Mert valami olyasmit szolgáltatott Havas Henrik, ami a képernyőn nem volt. Mindenki a nyilvánosságban, az nagyjából Havas Henriken kívül, és aztán a Csernus Imre volt az, aki ezt a hagyatékot fölvette és magára alkalmazta, és aztán ezzel a sor le is zárult, aki nem akarta, hogy szeressék, nem akart tetszeni, nem bájolgott körbe a kulturális térben. Fölmondta azt a dogmát, hogy én igazolom a te tehetségedet és alkalmasságodat a képernyőn, cserébe te igazold vissza az én tehetségemet és alkalmasságomat a képernyőn, és akkor mi örökre itt leszünk. Megkapaszkodunk a szék karfájába, és minket innen nem az lehet kimozdítani. Az a lakaszté, ez a tanszék közben, nem? Azért nem érdekel, ő a tanszékvezető, de mindenki erre a tanszékre jár. Az egész nyilvánosságban mindenki. És hát a helyzet az, hogy a Havas Henrik nem ezt csinálta. És azt hiszem, hogy ez volt a sikerének a kulcsa. Havas Henrik meg tudott maradni a képernyőn, úgymond odafagyott, és az A osztályból B osztály lett, szemünk láttára, a B osztályból C osztály lett, onnan a D-osztály lett. 5 évente megfeleződik az értéke, de ezáltal soha nem fogy el. És mivel hogy a Havas egy hullócsillag, és bizony egy fagyott meteorit, ami a légkörben szétég. Szétég a szemünk láttára, de annyira havas, annyira fagyott, hogy még mindig tart, még mindig kitart, még mindig van minek égni a légkörben. És hát a helyzet az, hogy most már ott tartunk, hogy a D-osztályból is lassan kizuhan, ez már olyan szintű trash, a bolgár dalnok, Monique Cuvé, tudod, ez már olyan annyira trash, és nem tudjuk a csatornát föntartani a YouTube-on, mert a kamerát elvitte a Sanyi. Meg a csatorna. Akié volt, és hát a vele a csatornát, mert hát kamera nélkül nem tudunk csatornát csinálni. Szóval a helyzet az, hogy ez már a D-osztály meccseinek a otthont adó libalegelő melletti kocsma, ahol zajlik ez a diskurzus, meg ahol Havas Henriknek a média karrierje tart. Én, amennyire én látom, hogy egy kicsit félreértem ezt a gonzó újságírást, és ezt, amit ő látott abból, és amit aztán építette már a 80-as évek végén, de főleg a rendszerváltás után, az azért azért betalált elég széles tömegekben. Mert rock and roll volt. Mert igen, rock and roll, az volt benne a rock and roll, hogy ne szeress, mondta a nézőnek, amikor a néző csak egyetlen egy élménye volt a nézőnek, minden média szereplőtől, hogy szeress, ismerj el. Ő a Havas azt mondta, hogy ne szeress. Nincs szükségem a szeretetedre, elég, ha tisztelsz. De. És ez annyira más volt, ilyet nem láttunk. Így van, és megfelelő időben volt más, akkor, amikor még kevés csatorna, kevés ismert ember, azok közül nagyon könnyen ki tudott ő lógni ezzel az újszerű megközelítéssel, és azt látni azért, hogy amíg mindenki meg nem hal, aki a 80-as években médiafogyasztó volt, azért eléggé, hogy is mondjam, megmarad egy törzsközönség, ami folyamatosan csökken azoknak az embereknek, akik akkor valakik voltak, és erre mondom én azt, hogy 5 évente feleződik, de sohasem fog elfogyni, hogy annak a kicsinek még mindig lesz egy fele, és hogyha ez 5 évvel később csinálta volna, vagy mondjuk 3,5 a rendszerváltás után egy picivel, már lehet, hogy akkor nem sikerül neki ezt elérni, hogy úgy betonozódjon azoknak az embereknek az elméjébe, mint egy sztár riporter és újságíró.
Azt hiszem, hogy most visszatekintve a múltra, a forró se bánja, hogy elég forró volt ahhoz, hogy elpárologjon. És a havas is nagyjából felteheti magának a kérdést, hogy mit nyert azzal, hogy odafagyott a képernyőre.